Hát, szia! Nem is tudom, hogy fogalmazzak neked, hogy mennyire meghatottál azzal, hogy megköszöntöttél a születésnapomon. Ezt szeretném is tulajdonképpen megköszönni neked, és szívből kívánok neked is jó egészséget és sok boldogságot. Ha esetleg a közelmúltban volt születésnapod, akkor ahhoz boldog születésnapot, ha elfelejtettelek megköszönteni, illetve a jövőben előfordul, hogy elfelejtelek, mert nekem több ezeren vannak olyan kedves barátaim, mondjuk, mint te, és előfordulhat, hogy elfeledkezem, akkor elnézésedet kérem, de ígérem neked, hogy sok szeretettel gondolok rád, és hát azt is ígérem, hogy ezt a pohár pezsgőt a te egészségedre fogom elfogyasztani. Nagyon örülnék neki, ha tudnánk kocintani, de sajnos erre most nincsen lehetőségünk. Egy dolgot szeretnék neked mindenféleképpen mondani. Most fogom ezután a kis film után forgatni az újabb filmemet, amit szerintem holnap este napközben már láthatsz a YouTube-on. Tehát gyere vissza mindenféleképpen és nézd meg, mert én azt gondolom, hogy elég jó dolgok lesznek benne, illetve hát a jövőről majd, hogy hogyan is lesz és mint fogunk együtt működni, illetve hogy milyen további filmeink vannak előkészletben, úgyhogy mindenképpen várlak szeretettel. Addig is további szép napot kívánok neked, és hát akkor egészségedre, és nagyon szépen köszönöm még egyszer a köszöntést, igazán jól esett.